hogyha jót tesz neki. Azt mondja, hogy nem, várj, hát, jobb a tudok hozzá, hogy ide messze van, a rövid már, a legább nem látnám. Fogadott. Tehát a következő a helyzet, ez a Debrecen belvároson, nagyjából gondolom mindenki el tud igazodni. Nagy templom, nagy állomás, emlékkert, azt mondja, hogy Bolcsi Zsilinszky, Széchenyi Kossuth, Miklós Szent Anna. Na most, amikor elkezdtük a Debrecen belvárosi forgalom átszervezését, ugye emlékeznek, az első lépés az az volt, hogy a belváros lezártuk. Valamikor, bocsánat, ez a 68, ez a bocsánat. Valamikor régeség Hajdanán Danán, ugye volt egy olyan észak-déli összekötő közlekedési folyosó, ami úgy jött, hogy így a 60 utcán, Egyetem Sugár út, Betlen 60 utca, és így lehetett elmenni a Csapó, illetőleg a nagy állomás irányába. Tehát ez mikor még nem volt elzárva a főtér, már senki nem emlékszik rá, akkor ez egy nagyon fontos észak-déli összekötető közlekedési folyosó. Na most teljesen először lezártuk a főteret, és cserében ezt újítottuk fel, illetve nyitottuk meg, ugye a Mester utcát kétszer kétsávosítottuk, hogy a innen lévő forgalom, tehát a Böszörményi és az Egyetem Sugár út, illetőleg a Nádor utca felül érkező nagy forgalom, azért itt el tudjon menni észak irányban, illetőleg, ha emlékeznek rá, még előtte itt a Pesti utca kétszer kétsávosításával és áttörésével, mert hogyha még régebben megyünk vissza, akkor ugye azt mondja, hogy Vendégi utca. De most itt van a... Ott ment régi utca. Itt ment, itt van, de hol van a Vendégi utca? Itt ez az. Vendégi utca, Csaptőga. Itt volt, nem ez volt megnyitva, hanem ez a két utca volt megnyitva. Na most, ugyanakkor mindenki, az összes közlekedési szakember azt mondta, hogy ahhoz, hogy a belvárost valójában termetesíteni tudjuk, és a Csapó utcát kivesszük a termetesítésből, előbb-utóbb meg kell csinálni ennek az úgynevezett keleti termetesítőnek a nyugati oldali párját, hogyha ez az észak-déli tengely. Ugye ez korábban ezt a Rákóczi, Schumann, Burgundia szakaszt megcsinálták, és ez a termetesítő az, ami igazából egy nagyon jelentős forgalombővítést okoz, illetőleg a belvárosnak a terelését jelentősen csökkenti. Na most a mostani sajtótájékoztatónak az a lényege, hogy kötünk egy szerződést a Duna aszfalttal, illetőleg azt mondja, hogy a Duna aszfaltot, itt van a szerződésünk, Tóth László úrral, arra, hogy ennek a belváros rehabilitációnak a keretében megcsináljuk a 60 utca, Arany János utca közötti szakaszt, ezt a szakaszt. Most erre kötünk szerződést. Ez valamikor jövő augusztusban lesz kész, mert a szerződés aláírásának a elhúzódása, meg az eljárás elhúzódása miatt, hogy az eredeti időpont az júniusban lett volna, de ez jövő augusztus végén lesz kész. Ezzel egyébként egy nagyon fontos termentesítés bekövetkezik, és az a hosszú távú szándékunk, hogyha most valaki megnézi a térképet, akkor nagyjából ez a belváros körülvevő körgyűrű, ezen most már nagyjából körbe lehet menni. Még egy gyenge pontja van, ez a szakasz, ez a Nyíl utca. Bocsánat, nem. Itt így lett körül, igen, csak kicsi ez a térkép. Most a nagykörút. Igen, a nagykörút az így van. A nagykörút így van. Így van, és van egy kisebb körút, amin körbe lehet menni, és a belváros pedig tulajdonképpen ez a szakasz határolja le. Na most a nagy körútnak minden részét megcsináltuk, csak ez a Nyíl utca van vissza. Ennek a belső lehatárolásnak és lényegében ez az utolsó befejező szakasza. Ha ez megvan, akkor igazából nagy forgalomba javatkozás a belvárosban nem szükséges.
akkor nagyon fontos szervezési lépéseket kell meglépni. A helyzet az az, hogy szeretnénk majd a bicikliforgalom előtt megnyitni ezt a teljes, tehát a legkisebb körút által határolt szakaszt. Ezért egyébként erre az útra, szakaszra sem terveztünk már biciklisávot. Ennek egyszer oka van, hogyha ezen a területen belül bárhol szabadon lehet biciklizni, akkor teljesen felesleges itt biciklisávot építeni, mert itt kell elmenni a bicikliseknek hosszú távon. Ugye a forgalomszervezésnek az alapelve az az, hogy próbáljuk meg a belvárosból kifelé szorítani a forgalmat, és a belvárosban pedig olyan alternatív tömegközlekedés, kerékpáros közlekedés, gyalogos közlekedés, azokat megvalósítani, ami azért érződik a városon, már most kezd szövetesedni, tehát úgy kezd összefüggő rendszerre válni az a gyalogos zóna, ami korábban csak itt volt, aztán most már ugye itt van a Halköz területén, itt van a Csapó utcán, ez a fórum piacnak a környéke, és azt is biztos látják, hogy mindenütt, ahol fontos közlekedési csomópontja lehet a belváros megközelítésének, ott pedig nagy kapacitású parkolókat helyeztünk el, illetve építettünk. Ugye közismert a Kölcsey alatt a nagy kapacitású parkoló, itt van azt mondja, hogy az ügyészségnél egy nagyobb parkoló, akkor itt van a Miklós utcán a nagy parkolóház, és a Balcsi Zsirinszkin is a civisház egy nagy parkolót biztosított, az Arany János utcánál van egy nagy kapacitású parkoló. Tehát az az elképzelésünk, hogy természetesen a belvárost úgy lehet megközelíteni majd a hosszú távon a terveink szerint, hogy ezekbe a parkolóba leteszik az autót, és akkor mennek gyalog. Vagy még inkább Debrecen esetben, hogyha jó idő van a kerékpárral, tökéletesen meg lehet ezeket a városrészeket közelíteni. És ugye a helyzet az, hogy ezzel az építéssel a Debrecen észak-déli területek között a nagy összekötetések megvannak, mert ugye ez a Böszörményi, tehát a Nagykörútnak a külső vásártér, Nagykörútnak a külső része, ezzel lesz egy nyugati termentesítő útvonal, ugye itt ez a csemet, itt kell még komoly kisajátításokat végeznünk, de itt egyébként itt ez a vonal lényegében teljesen biztosítva van. Itt már meg is indult ennek az útnak a mentén a nagy új térfalak kialakítása, táblabíróság, felelviteli főügyészség, velük szembe irodaház, ahol a területfejlesztési ügynökség bérel majd helyet. Tehát megindultak azok a fejlesztések, amelyek mutatják majd, hogy alakulnak ki a térfalak. Nem mindenütt alakítunk ki térfalat egyébként, itt például felhívnám a figyelmet arra, hogy azt mondja, hogy